Sziasztok! Adós vagyok még egy-két neotúszos cucca, hogy nagyon sokan kértek segítséget a tekintetben, hogy milyen alapfelszereltség legyen. Ugye még nagyon régen készült egy videó, ezt már többször elmondtam, és ott ez mindig az volt a probléma, hogy hát egy helyről nem lehet beszerezni. Szerszámparadicsom.hu, leírásban pedig lesz kuponkód. Sluszpassz, nézzük mit hoztam mára. Aki látta Dustin Hoffmannal a Maraton Életre Halára, annak ez a kis díszlet az igazából feltűnhet. Nyilván nem fogorvosi kellékekről van szó. Kicsit azt is lehet mondani, hogy ez nem annyira asztalos cucc, de szervesen hozzá tartozik, és mindjárt el is fogom mondani, hogy miért. Az első ilyen az a kalapácsoknak a köre. Nagyon sokféle kalapács van, nem csak műhely kalapácsok, meg gumikalapács, meg sörétes kalapács, de én mégis most ezeket emelném ki, hiszen ezek lesznek alapfelszereltség. Alapvetően a 30 és az 50 es kalapácsokat preferálom alapszinten. Ezekkel azért már lehet suhongatni, vésni, szeget beütni, ha kell, ha éppen olyan van, kírnerezni, akkor ezek mindenképpen nagyon jók. Ezekkel én most voltam zsalúzni, nem kifejezetten ugye, ácskalapács, de hát azért néha az ember oda nyúl hozzájuk. Nem szikrázik, nem törik, jó a nyele, van nyakvédője ez egy nagyon fontos dolog. Jobb lenne, ha fémből lenne, de ez a gumírozott rész is teljesen jó. Nem lötyög a feje, egy kalapácsnak a halála az mindig az, amikor elkezd a fej lötyögni, hátrahúzod, fejbe vágod az anyóst vele, mert leröpült, és a utána meg ott állsz az egész nélkül. Az, hogy lakkozott a nyél, az engem igazából nem zavart, mert van egy icike-picike kónusza, tehát ergonomiai szempontból ez teljesen rendben van. Egyébként kőrisből készült a nyele, és tök jó. Tehát ez mindenképpen egy jó cucc. A másik dolog az az ilyen Iker gumikalapács, nem véletlenül fekete-fehér. Ezt már sokszor elmondtam korábban, hogy ha a kényes anyagot ütünk, akkor a fehéret célszerű használni, mert az nem hagy nyomot. Itt ugyanaz a dolog érvényes, mint az előzőre, hogy jó anyél meg lehet fogni, lehet vele suhintani, egyébként különböző méretek vannak ebből, átmérőre, tömegre, 450 g-os korpuszokat összeütni, összeigazgatni dolgokat, ez kiváló. Ezek sörétes kalapácsok. Hallgass! Nem az lesz, hogy így nekiáll pattogni, így visszapattanik, visszarugózik, hanem ezzel odaütsz, tak, akkor ez ott fog maradni. Én láttam olyan versenyzőt, aki még a vésőjét is ezzel ütöttem, mondjuk annak nem tudom, mi értelme volt. Ez egy olyan eszköz, amit első körben nem feltétlenül fogsz értékelni, csak amikor már elkezdett használni. Én azért 840 g környékét tudom javasolni, az, az, teljesen jó. Egyébként ez egy full műanyag valami, tök jó nyelen nem csúszik ki a kezedből. Az egyik legnagyobb meglepetést szeretném nektek megmutatni. Ez egy uh, ilyen francia rugós késre hajazó japán fűrész, aminek meg lehetősen jó a fogása. Egy ilyen gumírozott nyelet kapott, majd itt láttok képeket. edzve vannak a fogai, és egy kicsit még talán nagyok is, ugye gerinc nélküliről beszélünk, kicsit vastagabb is egyébként, Baromi pontosan lehet vele fűrészelni. Ez tök meglepő volt, mert általában a nem ekte japó japán fűrészek, tehát amik nem Japánban készültek, mindig olyan osztályidegennek tűnnek nekem. Volt egy fekete-sárga, még egyszer versenyre mentünk vele, annak akkora fogai voltak, hogy mindig krokodilnak, tehát, ö, tehát azzal inkább fátletet volna kivágni, nem pedig fogozásokat készíteni. És ami miatt tetszik, hogy ez végre befér a ládába, mert a többi ugye az nyelű általában, kivéve egy, egy másik márkát. És tök jó, mondjuk azt az egyet nem egészen értem, van egy ilyen fogása is, így is át lehet rakni nem tudom, ilyenkor így rántottát lehet vele így fölvenni, aztán eldobni. A nyél az egyben az élt is védi. Térjünk rá a fogókra, mert abból azért jött egy pár. Fogók tekintetében én ezeket tartom egyébként a, a, az alap dolognak. Most nem megyek sorba, a kombinált fogó az mindenképpen egy, egy alapeszköz. A klasszikus kombinált fogóban itt hátul van egy fog, és azzal el lehet csípti például vezérdrótot, tehát aki ilyen kerítés áthaladós történetben gondolkodik, annak ez mindenképpen csalódás lesz. Egyéb más tekintetben egyébként baromi jó, és mindegyikre az jellemző, hogy a nyél az nem ez a nyélről lecsúszós, tehát van egy ilyen ütközésünk, és nem történik meg az vele, ami sok bóvli fogónál, aminek egyébként így az acél része az tök jól meg van csinálva, hogy egy idő után a melegtől és a különböző használatból eredően egyszer csak a műanyag borítás, ez a gumirozott grip, ez így elkezd lecsúszni. És így húzott ki, vagy tolott be, vagy valami, és ez csak azt veszed észre, hogy, hogy így megnőtt az erőkar, közben pedig nem. Sokszor előjövő történet az az fogó. Ezeknek mind ilyen 180-as erőkara van, tehát akinek relatív kicsi az ilyen marok energiája, azért ezzel lehet dolgozni. Van homlok csípő fogunk. Ezt én harapófogó helyet szoktam használni, és már nagyon normális harapófogót nem is lehet igazából venni. Nekem egyetlen egy bajom van vele, ugyan baromi nagy az erőkar, és tök jól működik, de a kinyitásához kb. másfélszer nagyobb készfej kell, mert, mert egyszerűen nincs a mondjuk nekem ugye hiányzik is egy ujjam, de most ez más kérdés. Tehát így egy kicsit így, így, nehéz szétnyitni, bitang jól lehet vele csípni, húzni, ugye le van gömböítve, tehát az anyagot is egy kicsit védi. Nyilván erre vannak praktikák, hogy hogyan lehet anyagot védeni. Természetesen ez nem egy olyan eszköz, amit mindenképpen kell használni, de mint alapfelszereltség ez nagyon jó. Két másik ilyen csípős történet van, mind a kettő rugós. Ugye az előzőek azok nem voltak rugósak, ez egy ilyen csinoska, műszerész csípőfogó, ettől függetlenül nyugodtan a 4 négyzetmillis kábelt is átvágja, itt most voltak ilyen LED korszerűsítések. 2,6 négyzetmillis kábeltől a 0,8-asig meg fogja neked oldani a blankolást. Igaz, hogy manuálban, de megoldja, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy oda rakod, rászorítasz és lehúzod. A másik az egy szintén homlok csípőfogó. Nagy előszeretettel szoktam használni, hogyha gépekben le kell csípni a kábelt, vagy, vagy valamit le kell rövidíteni. Ezt is például cipzároknak az elvágására nagyon jól lehet használni, tehát ilyen gyors kötözőknek. Aki szokott ilyen kicsit kisebb elektronikai dolgokba belemászni, azoknak ezt mindenképpen javaslom. De a non ultra az ez. Ez egy automata blankoló fogó. Igaz, itt annyi kis bibike van, hogy amit tudunk vele csupaszítani, az a két és fél, négy és 6 négyzetmilliméter. Nekem a régi, ami már nagyon oda van, és mondjuk minőségben nem éri ezt utól, azért az egyestől ment. Ugye itt annyi a lényeg, hogy berakom a kávét, majd lesz videó, lehúzom, és eltávolítja. Tehát így, egy ilyen dupla mechanizmussal van ez megoldva. És akkor a két másik kedvenc fogómat szoktam még felhozni. Hosszú csőrű fogónak szokták mondani, ezt pedig hajlított hosszú csőrű fogónak. Ez nagyon sok esetben, meg ő is életet menthet, tehát vagy beesik valami valahova, ki tudod vele szedni, át tudsz vezetni nyílásokon dolgokat, mind, ezek, ezek mindig ben vannak a ládába. Nyilván ezekkel is lehet csípni, illetve a sima egyenessel ugye az egy kicsit ilyen, hát az gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy kombinált fogó, ami ugye így le van nyújtva. Öreg motorosoknak ez nem újdonság, viszont a fiataloknak ez nagyon sok esetben jó lehet. Ugye a kombinált fogó az, azzal tudunk esetleg csavart is megfogni, meg egyebeket. Ez, ezt én leginkább arra szoktam használni, hogy így például, mit tudom én, egy kisebb hosszúkás furaton át kell vezetni valamit, elakad, benyúlok, kihúzom, stb. És akkor a kedvenc fogóm, ez egy viszonylag nagy méretű vízpumpa fogó, és nekem van egy ilyen vízpumpa fetisizmusom, sok egyéb más mellett. Jó a fogás, ami miatt nagyon szeretem, hogy van rajta egy retesz, és relatíve pontosan lehet állítgatni, tehát ilyen 3 mm-eket lehet rajta húzni, és gyakorlatilag kétszorig ez teljesen jól működik, tehát kétszoros, akármit meg tudsz vele húzni nem törik el, nem, nem görbül meg. Ez egy multikulti. Tehát a név, az ne tévesszem meg senkit, hogy vízpumpa fogó, természetesen elmész konyházni, néha kell ez ott is, de műhelyben gépekből kiszedni ezt-azt, beszorult fúrót, húzunk vele szeget, bontunk vele sört, számtalan felhasználási, néha még szeget is ütünk be vele, tehát számtalan felhasználási dolga van. Nyilván nem egy knipex, tehát ezt azért írjuk alá. A csőr kialakítása az úgy van megcsinálva, hogy ugye az ilyen vizes dolgoknál ott általában egy szögletű, tehát nem 6 lapfejű, hanem 8 lapfejű történetek vannak, és nagyon jól meg lehet vele fogni. Tehát ez megint csak egy olyan eszköz, aminek mind a ládában, mind a konyhafiókban nagyon jó helye van. Ezeket hoztam én nektek mára, nem akarom még lelőni a poént, mert még van egy-két cuccunk, azokat még meg fogom mutatni, mert azok aztán megint csak érdekes dolgok. Ezek közül lehet válogatni, szerszámparadicsom.hu, kuponkódot gyönyörűen beírjátok, és utána már csak meg kell várni, amíg megérkezik a csomag. Eddig nagyon pozitívek a visszajelzések az előző videó alapján, tehát akik ott megvásároltak a különböző termékeket, azokat mondják, hogy jók, szeretik használni, az egész az nem lutrira megy, de mondom, ezek, ezek kipróbált történetek, ezek, hát nem is tudom, mikor ment ki az első videó, de szerintem ezek most már három vagy négy hónapét folyamatosan. Gyakorlatilag ezeket viszem magammal mindenhova, hogyha úgy van, tehát ezek vannak beszerebe berakva a ládába. Úgyhogy ennyi lett volna már a Master Blaster!